Köszöntöm a nézőket, ez a Pannon Televízió esti híradója, Friedrich Gertrud vagyok. Ma június 30-a van, a pálok ünneplik névnapjukat, a mai a Magyar Szabadság napja, 519 éve ez Szent Pál napja, a vértanúk emléknapja. 114 évvel ezelőtt Albert Einstein publikálta a relativitás elméletét. Műsorunk elején érkezzenek a nap kiemelt hírei, először csak röviden. Először járt amerikai elnök Észak-Koreában, Donald Trump ma Kim Jong-unnal tárgyalt. Rendkívüli Európai Uniós csúcs találkozót tartanak Brüsszelben, kiderül az Európai Bizottság új elnökének személye. 39 fokos csúcsra figyelmeztet a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet, holnap és kedden tetőzik a kánikula Szerbiában. Befejeződött a Tisza virágzás, ma elkezdődhet a szúnyogirtás a tiszamenti községekben. Történelmi helyszínen a két Koreát elválasztó demilitarizált övezetben találkozott ma Donald Trump és Kim Jong-un. A két vezető előzetes bejelentések szerint egy készfogás erejéig találkozott volna, de végül zárt ajtók mögött is tárgyaltak. Szó volt a koreai félsziget atommentesítésének kérdéséről is. Örülök, hogy újra látom, nem számítottam rá, hogy ezen a helyen találkozunk. Így köszöntötte egy szívélyes készfogást követően Kim Jong-un és a koreai vezető Donald Trump amerikai elnököt. A két politikus a koreai félszigetét ketté választó, demilitarizált övezetben található Panmunjom faluban találkozott. Donald Trump a rövid köszöntést követően átsétált Észak-Koreába. Ezzel ő lett az első amerikai elnök, aki az elszigetelt kommunista államban járt. A két Koreát elválasztó demarkációs vonalról egyébként még 1953-ban határoztak, miután fegyverszünetet kötöttek az akkori vezetők. Az USA első embere pénteki Twitter üzenetében hívta meg egy rövid készfogásra az észak-koreai elnököt. Trump dél-koreai látogatásának részeként utazott a demilitarizált övezetbe. Előzőleg azt nyilatkozta, hogy elképzelhető, hogy csak kezet fognak egymással. We've developed a very good relationship, and we understand each other. I do believe he understands me, and I think I maybe understand him, and sometimes that can lead to very good things. A felek négy szem közt is tárgyaltak. Az amerikai elnök a megbeszélés után hozzáfűzte, a maga részéről nem sieti el Észak-Korea ügyét, és emlékeztetett arra, hogy a fenyen elleni szankciók továbbra is érvényben vannak. Egyes források szerint Donald Trump a Fehérházba is meghívta Kim Jong-unt. A két politikus tavaly júniusban találkozott először Szingapurban. Akkor több vitás kérdésben született megegyezés, köztük a koreai félsziget atomfegyvermentesítéséről. Azóta már Vietnámban is egyeztek. Megkezdődött az Európai Uniós tagállamok vezetőinek rendkívüli csúcsértekezlete vasárnap este Brüsszelben, amelynek egyetlen napirendi pontjaként a főbb uniós intézmények elnöki tisztségeinek betöltéséről tárgyalnak. Az ülés megnyitása után a résztvevők a hagyományoknak megfelelően először Antonio Tajanival, az Európai Parlament elnökével egyeztetnek. Ezt követően a munkavacsorán rátérnek hivatalosan is a tisztújítás kérdésére, és megindulhat a kompromisszum keresés. A cél, hogy az Európai Parlament keddi alakuló üléseig megállapodás szülessen, ugyanis ennek fényében választják majd meg a képviselőtestület elnökét. Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke az Európai Parlamenti frakciók vezetőivel folytatott délutáni egyeztetésen Franz Timmermans szociáldemokrata csúcsjelöltet javasolta kompromisszumos megoldásként az Európai Bizottság élére. A legfrissebb hírek szerint az Európai Néppárt elnöksége fellázadt Franz Timmermans szociáldemokrata csúcsjelölt ellen. Az MTI brüsszeli forrásai azt közölték, nem igaz, hogy Donald Tusk az Európai Tanács elnöke Timmermanst javasolja. Magyarországot Orbán Viktor képviseli a csúcson, a magyar miniszterelnök a visegrádi négyek kormányfőinek társaságában találkozott Angela Merkel német kancellárral, valamint Emmanuel Macron francia elnökkel is. Orbán Viktor mellett Andrej Babis cseh, Peter Pellegrini szlovák és Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök vett részt a találkozón. Nehéz munka lesz, és hosszú időt vesz majd igénybe a kinevezés, fogalmazott Angela Merkel német kancellár az Európai Uniós csúcs találkozó előtt.
Megpróbálunk konstruktívak lenni, de fontos, hogy elkerüljük a konfliktust az Európai Tanács és a Parlament között, tette hozzá Merkel Brüsszelben. Mindhárom uniós intézmény, az Európai Bizottság, a Parlament és a Tanács elnökéről is döntésnek kell születnie a vasárnapi rendkívüli uniós csúcs találkozó során. Az Európai Központi Bank következő vezetőjéről egy későbbi időpontban határozhatnak, jelentette ki a francia elnök Brüsszelben a rendkívüli EU csúcs értekezletre érkezve vasárnap. Emmanuel Macron szerint két férfinak és két nőnek kell helyet foglalnia a megnevezett négy vezetőt. Nagy-Britannia él uniós tagságával járó jogaival és teljesíti ebből fakadó kötelezettségeit mindaddig, amíg az Európai Unió teljes jogú tagja, jelentette ki Theresa May brit miniszterelnök Brüsszelben a rendkívüli EU csúcsra érkezve. Az Egyesült Királyság konstruktív lesz az uniós intézmények vezető tisztségeiről folytatott viták során. Hozzátette, a brit uniós tagság megszűnését követően országra továbbra is szoros kapcsolatot kíván fenntartani az EU-val, 27 tagországával való együttműködése pedig továbbra is rendkívül fontos lesz. -38-39 fokos hőségre figyelmeztet a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet. Holnap és kedden rendkívül erős UV-sugárzás és kánikula vár ránk országszerte. A szakemberek fokozottan figyelmeztetnek a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelre, a megelőző intézkedésekre. 11 és 15 óra között akár 20 perc alatt leéghet bőrünk a tűző napon. A hőmérő higanyszála vasárnap délelőtt 27 fokot mutatott Palicson, a maximum hőmérséklet pedig napközben 31 fok körül alakult. Ezek az értékek azonban kellemesnek mondhatók az előttünk álló időszak hőmérsékleti értékeihez képest. A melegedés hatására több a szívinfarktusos beteg Szerbia szerte, mondják a szakemberek. Egy belgrádi kórházközpontban 15%-kal nő kánikula idején a beavatkozások száma. Doveli su do povećanja broja infarkata kod nas za 15%. To se ogleda u tome da zaista imamo pacijente koji sada kao prvu manifestaciju koronarne bolesti bez ikakvih drugih simptoma dođu sa akutnim infarktom miokarda i obično se dešava da se tegobe jave u tim najtoplijim delovima dana. Az egészségügyi panaszok ilyenkor hirtelen jöhetnek. A hőség rendkívüli módon megterheli nem csupán az idősek, de a fiatalabbak szervezetét is. Amennyiben rosszul létett erős mellkasi fájdalmat tapasztalunk, feltétlenül forduljunk orvoshoz, figyelmeztetnek a szakemberek. Annak érdekében, hogy könnyebben elviseljük a kánikulát, a legmelegebb órákat ajánlott zárt, hűvös helyen tölteni, mert fennáll a napszúrás és a hőguta veszélye. A mögöttünk álló időszakban többször tapasztalhattunk szélsőséges időjárási körülményeket vidékünkön. De vajon minek az eredménye mindez? A szakemberek szerint a válasz egyszerű. A klíma je promenjena danas do te mere, da se to već, da kažem, i golim okom vidi, da se stvari dešavaju intenzivnije i češće nego što su se predešavali. Ne je potrebno da radimo neke, da kažem, posebne analize podataka, ali kad gledamo podatke, jasno se vidi o čemu se radi. Naša planeta je danas toplija u proseku za 1 stepen i to s ovom povlači niz drugih konsekvencije, između ostalog i ove intenzivne padavine koje smo imali ovih dana. Rövid távon jó hír, hogy az előttünk álló 2-3 napos kánikulát ezúttal nem felhőszakadás és jégeső zárja majd le. Szerdától megélénkül a szél, és a hét második felében valamelyest csökkennek majd a nappali csúcsok. Csütörtökön napos, gomoly felhős időre készülhetünk, délutánonként 25-30 fokos csúcshőmérséklettel. Nem csak nálunk van nagyon meleg, Európa országaiban sorra dőlnek meg a meleg rekordok. Franciaországban több helyen 45 fokot mértek a napokban. Ilyen hőmérsékleti érték eddig csak egyebek között Bulgáriában, Portugáliában és Olaszországban volt tapasztalható. A hatóságok a hőség idejére betiltották az élő állatok szállítását. Párizsban és számos más városban nem közlekedhetnek a kevésbé korszerű autók. A napokban Horvátországban is rekordot mértek 39 fokkal, Lengyelországban és Németországban valamivel több mint 38 fok volt. A
hosszú távú prognózisok szerint egyébként Nyugat-Európában az elkövetkező időszakban még több extrém hőhullámra van kilátás. A turista idény beköszöntével megnövekedett forgalomra számíthatunk a Szerbiát Magyarországgal összekötő határszakaszon. A legtöbb nyugat-európai országban véget ért a tanév, így az illetékesek felkészültek a vendégmunkások áradatára. Az elkövetkező időszakban számottevő várakozás alakulhat ki leginkább Szerbia irányába. Június utolsó hétvégéjén különösen intenzív a közlekedés az utakon, sokan ilyenkor indulnak el nyaralni. A Szerbiai Automotoros Szövetség azt javasolja a hosszabb útra indulóknak, hogy alaposan készüljönek fel. Az utasoknál legyen elegendő ivóvíz, és amennyiben külföldre utaznak, tájékozódjanak az aktuális határhelyzetről. Szerbia nincs rászorulva a nemzetközi valuta alappénzére, de mások támogatására sem, mert megvannak a saját eszközei, nyilatkozta szombaton Zomborban Alekszandar Vučić, a Szerbia jövője elnevezésű országjárók körút nyugat-bácskai záró eseményén. A szerb elnök kifejtette, új gyár létesül majd a városban. Emellett a Nagykikindát és Zombort összekötő útszakaszt is kiépítik majd. Ígéretet tett arra, hogy az ország egyik legszebb kórházával büszkélkedhetnek majd, ugyanis a szerb állam 20 millió eurót fektet be a helyi közkórház felújításába, további 9 millió eurót pedig az ivóvízzel kapcsolatos problémák rendezésére biztosítanak. Alekszandar Vučić kifejtette, helyre fogja hozni az előző rendszerek hibáit, és a gazdaságot is fellendíti, bármennyi teher is nehezedjen a vállára. Pokrali sve fabrike, opljačkali, otišla nam je i Crna Gora, proglasili su nezavisnost Kosova, da su oni sve vreme ćutali. I sve to koliko su ćutali, danas bi meni da stole pamet za sve ono za što su oni krivi i za što su ćutali. A ja za sve to kažem, nema problema, natovarite na leđa još više, natovarite, izvući ćemo zemlju iz svih problema, izvući ćemo zemlju i hoćemo normalnim putem. Hoćemo na racionalan, normalan, ozbiljan i odgovoran način u budućnost. Hoćemo da ne prodajemo maglu ljudima, nego snažnija, jača ekonomija. Holnaptól majdnem 90%-kal olcsóbb a roamingban való internetezés a Nyugat-Balkán országaiban. A nemzetközi megállapodásnak köszönhetően a telefonhívás és az SMS küldés is lényegesen kevesebbe kerül majd. Július 1-től december 1-ig a roaming díjak csökkentésének első fázisát tapasztalhatják majd a felhasználók. Egy percnyi beszélgetés átlagosan eddig 28 dinárba került, most 11 dinárt kell majd fizetni érte. A Nyugat-Balkán számára biztosított az európai perspektíva, jelentette ki Angela Merkel. A német kancellár annak kapcsán nyilatkozott, hogy a berlini folyamat részeként a lengyelországi Poznánban július elején tartanak csúcs találkozót. Hangsúlyozta, a nyugat-balkáni régió országainak szükségük van az unióhoz való közeledésre, ugyanis ez számos lezáratlan kérdés és feszültség rendezésére adhat lehetőséget. Leszögezte, vannak pozitív követendő példák a régióban, ilyen például Görögország és Észak-Macedónia párbeszéde. A berlini folyamatot Németország 2014-ben indította útjára, azzal a céllal, hogy a régió országai közvetítéssel képesek legyenek megoldani a felmerülő problémáikat. A folyamat részeként július 4-én és 5-én tartják a következő nyugat-balkáni csúcs találkozót. A trianoni szerződés napjává nyilvánítaná Romániában két kormánypárti szenátor június 4-ét, ami azt jelenteni, hogy ezen a napon a történelmi esemény jelentőségét népszerűsítő rendezvényeket tartanak, és országszerte kitűzik a nemzeti lobogót. A törvénytervezet szerint a kormánynak és a helyi hatóságoknak gondoskodniuk kell majd arról, hogy június 4-én kitűzzék a köztereken Románia nemzeti lobogóját. A törvénytervezet kezdeményezői
azt állítják, mostanában a trianoni szerződés miben létének eltorzított értelmezését népszerűsítő próbálkozásokkal szembesültek, és úgy értékelik a mai Európai Unióban elfogadhatatlan minden olyan próbálkozás, amely a történelem átírására és revizionista álláspontok hangoztatására irányul. A román média értelmezése szerint a román kormánypárti szenátorok arra reagáltak, hogy a Magyarországgyűlés a Nemzeti Összetartozás évének nyilvánította 2020-at, a trianoni békediktátum 100. évfordulóját. Befejeződött a tiszavirágzás, ezért elkezdődhet a szúnyogírtás a tiszamenti községekben, közölték az illetékesek. Amennyiben az időjárási feltételek megengedik, vasárnap az esti órákban Zenta, Magyar Kanizsa, Csóka és Török Kanizsa községekben légi és földi permetezést egyaránt alkalmaznak majd. A levegőből történő permetezés csak az aktív szúnyogokra hat, ezért javasolt az esti órákban végezni, mondták el az illetékesek. A szúnyoglárvák permetezését a vízparton végzik, és a tiszavirágzás végeztével ehhez is hozzálátnak. Kedvezőtlen időjárás, tehát eső vagy zivatar esetén a szúnyogírtást a legközelebbi alkalmas dátumra időzítik, szintén az esti órákban. Elmaradnak a nyárra tervezett kiállítások az Óbecsei Városi Múzeumban, mivel beázott a nagy terem mennyezete. A több mint 16.500 tárgyat őrző intézménynek nem csak egy felújításon, de teljes átalakításon kellene átesnie ahhoz, hogy az értékes helytörténeti kincseket végre teljes egészében megismerhessék az óbecseiek. Nem lesznek nyáron kiállítások az Óbecsei Városi Múzeumban, ugyanis a heves esőzések miatt beázott az intézmény nagy terme. Legközelebb valószínűleg csak őszre szerveznek itt ismét tárlatokat. Az egyik ezek közül egy névviseleteket is bemutató textil kiállítás lesz. A nyáron elsősorban a régészeti munkákra összpontosít a múzeum. Az 1701-ben lerombolt, majd részben víz alá került óbecsei várat fogják kutatni a szakemberek. Archeológusunk egy búvárcsapat és egy szonár segítségével igyekszik felkutatni ezeket a részeket, és egy mondhatni kezdeményezés lenne egy későbbi komolyabb kutatás felé. Az Óbecsei Városi Múzeum raktárában több mint 16.500 értékes tárgy porosodik. Nem csak a beázott tetőt kellene felújítani, hanem teljesen át kellene alakítani az épületet ahhoz, hogy a méltatlan körülmények között tárolt helytörténeti kincseket végre teljes egészében megismerhessék az óbecseiek. Volt még néhány tervünk a nyáron, de sajnos az esőzések miatt és a tetővel akadt gondok miatt jelenleg le kellett zárnunk a nagy termet, ami felújításra vár. Remélhetőleg még az idén ebből valamennyit sikerül megoldani. Bár hosszú távra abban reménykedünk, hogyha nagyobb pénzösszegekhez tudnánk jutni, vagy találnánk megfelelő pályázatokat, akkor egy teljes renoválását megcsináljuk a múzeumnak. Egy nyári program mégis lesz az intézményben, a múzeumok éjszakáján megtartott éjjeli teleszkópos égbolt megfigyelést augusztus végén megismétlik a szervezők. Nézzük, mi lesz még a híradóban. Nemzetek főzőversenye kispiacon, a Pannon RTV csapata is alágyújtott. A magyarok letelepedésének 233. évfordulójára emlékeztek a pirosiak. . 63 éves korában elhunyt Momir Bulatović, Montenegró korábbi elnöke és Jugoszlávia egykori miniszterelnöke. Bulatovićot Montenegróban érte a halál, nem hivatalos értesülések szerint szívrohama volt. Montenegró elnöke volt 1990-től 1998-ig, ekkor azonban veszített a köztársasági elnök választáson. Saját párttársa, a Szocialisták Demokrata pártjának másik tagja, Milo Djukanović győzte le. Bulatovićot 1998-ban nevezték ki jugoszláv kormányfővé, ezt a tisztséget 2 éven át töltötte be. Slobodan Milosevic távozása után visszavonult a politikából.
Elhunyt Borka Pavićević, szerb dramaturg, munkássága alatt több színházban, egyebek között Splitben, Skopjében és Szabadkán is tevékenykedett. Pavićević 1947-ben született Kotorban, a mai Montenegró területén. Az ezredforduló időszakában tagja volt az Otpornak, emellett folyamatosan publikált a Vreme, a Danas és a Susret nevű lapokban is. Pályája során a háború ellenesség, a civil szféra és a demokrácia fejlődése mellett állt ki. Számos elismerésben részesült, a Hiroshima alapítványtól kapott díjat, a béke és a kultúra érdekében tett erőfeszítéseiért, emellett franciaországi állami kitüntetésben is részesült, temetésének időpontjáról később intézkednek. Több mint 2000-en látogattak ki a Kispiaci Nemzetek főzőversenyére és a hagyományos minden hónap utolsó hétvégéjén megszervezett vásárra. Ebben az évben 80 csapat jelentkezett Szerbia számos településéről, de érkeztek szép számban Magyarországról, Kárpátaljáról és Felvidékről is. Idén a Pannon RTV munkatársai is fakanalat ragadtak. Idén is megtelt a Kispiaci vásártér főzni vágyó csapatokkal. Már délelőtt bográcsban rotyogtak a pörköltek és a levesek, valamint sültek a tűz fölött a finomságok. A Nemzetek főzőversenyére zömében amatőr szakácsok, baráti és családi társaságok neveztek. Többek között kollégáink, a Pannon RTV munkatársai is kipróbálták magukat a főzéstudomány kanyargós ösvényén. Mindenki a saját specialitásával készült. Varga Dezsőjék a magyarországi gombáról érkeztek, és egy bácskai étellel neveztek. Úgy gondoltam, bácskai rizses húst, mert azt beszéltem még, hogy ne hozzunk sok mindent, az egyszerű, pörkölt állapotban, én belefőzöm a rizsát, nem külön, mert ugye sokkal finomabb a rizsának az íze, ha bele van főzve, a pörkölt a szabba. Magyarország mellett Vajdaság számos településéről is megjelentek amatőr szakácsok. Torda is képviseltette magát a rendezvényen. Dobai János, a tordai helyi közösség elnöke elmondta, szinte minden évben kilátogatnak a rendezvényre. Ezért jövünk ide évről évre, bemutassuk elsőbb a tordai, a bánáti ízeket, hisz vannak tehát különbségek bácskai, bánáti ételek között is, el lehet mondani nyugodtan azt, hogy tehát most tértünk még vissza a díj nélkül, én remélem azt, hogy az idejében is tehát díjjal fogunk majd hazatérni. Az elkészült több mint 100 ételt idén is a Magyar Fehér Asztal Lovagrend zsűrije értékelte 9 kategóriában. A gasztronómiai részt a CSEF vajdasági hagyományőrző idegenforgalmi és gasztronómiai egyesület szervezte, még az eseménnyel összhangban megrendezték a jószág és kirakodó vásárt is. Van olyan vásár, amit szerénytelenség nélkül mondhatom, hogy 4-5 ezer ember ide látogat, és hogyha még hozzávesszük a főzőverseny résztvevőit is, akkor azt hiszem, hogy elmondhatjuk azt, hogy háromszorosolja a falu lakosságának. A rendezvényen mindemellett első ízben szervezték meg a Nemzetközi Gyermeknéptánc találkozót is, ahol szerb, magyar és horvát fellépők szórakoztatták a kilátogatókat, de fellépett még a Juhász zenekar és a Pokla de Tambura zenekar is Mohácsról. A Pannon RTV két csapata egyébként díjjal tért haza Kispiacról, média kategóriában két helyezést is kiérdemeltek, a második és harmadik helyen végeztek, ezúton is gratulálunk nekik. A magyarok letelepedésének 233. évfordulójára emlékeztek a pirosiak szombaton este. Ünnepi műsorral tisztelegtek az ősök előtt, valamint példát mutattak az ifjú generációnak, hogy összefogással erősíthető igazán a közösség. Az anyanyelvápolás, a hagyományok átörökítése kifejezetten fontos ezen a vidéken. Az a maroknyi fiatal, aki még pirosinak vallja magát, egy komikus színdarabban lepte meg az ünnepi műsor közönségét. A délbácskai szórványközösségek összefogással erősíthetik identitásukat, valamint azzal, hogy rendszeresen szerepelnek egymás rendezvényein. Ezzel adhatóak át a hagyományok igazán. Igaz, hogy fottán vagyunk. Az énekcsapat gyerekek bűvéppen nincsen most pillanatnyilag, de majd csak összekaparintunk valamennyit, de hát mindig el szokunk jönni, tiszteletbű, az véget, hogy mégis megünnepség ezt a kis magyarságot, ne engessük, hogy széthulljon.
Több mint két évszázada a Felső-Tisza vidékéről települtek ide a magyarok. Az idők folyamán változott a falu összetétele. Ma már alig 600-an vallják magukat magyarnak. Már most kevés gyerek van, és hát az iskola megszűnése az nagyon fenyeget, és talán ez az a legnagyobb probléma, amivel a pirosiak találkoznak. Régen ez nem így volt, három főutca, vagyis hát két főutca és még két kis utca magyarokkal lakott volt, és hát tulajdonképpen szomszédok egymás mellett laktak, egy egészen más életkörülményeket tapasztaltunk. Manapság elég sok szomszéd már nem magyar, úgyhogy nagyon vegyes lett ez a falunak a környezetünk, az nagyon vegyes most már. A faluban a város közelsége és az ottani munkalehetőségek miatt rohamosan csökken a magyarok száma. Az általános iskolában 5 éve nem nyílt magyar tagozat. Ennek ellenére a helyi Fehér Ferenc Magyar Művelődési Egyesületben igyekeznek ápolni hagyományaikat. 120-valahányan vagyunk az egyesületben, ami azt jelenti, igaz, hogy abból egy páran újvidékiek is, de az azt jelenti, hogy minden 6.-7. magyar tagja az egyesületnek. Viszont egy nagy baj van olyan értelemben, hogy a tagságnak a szinte 80%-a idősebb nyugdíjas. Nincs utánpótlás, hiányzik az a 30-tól 50 éves generáció, ami nem jó a jövőre nézve, ami az egyesület illeti. Az ünnepi műsoron felléptek az egyesület szavalói, énekesei, a vegyes kórus, valamint a kátyi és a mitravicai egyesületek tagjai is. Kirakodó vásárkép, kiállítás, koncertek csak néhány azon rendezvények sorából, amelyeken részt vehetett idén az Adanapok közönsége. A település napját már több évtizede megszervezik ebben az időszakban. A tegnapi nap arató ünnepséggel kezdődött. Az adai napok részeként Valkai soron arató ünnepséget tartottak szombaton. A délelőtt folyamán Dragin Nikola, fiatal szobrászművész alkotását adták át az első helyi közösségben. A helyiek minden évben szívesen érkeznek a rendezvényekre, legyen az kulturális rendezvény, szoboravató vagy zenés kikapcsolódás. Igen, minden évben majdnem, hogy itt vagyok, és nagyon szép, gyönyörű kézimunkákat, népi, hogy is hívják, művelettét látok. Úgyhogy én nagyon meg vagyok elégedve. A kirakodóvásáron az ékszerek mellett házi készítésű magyarokrémet, sőt, törpe berkenyét is kóstolhattak a résztvevők. Az ilyen jellegű termékek egyre kelendőbbek napjainkban, mondják az árusok. Én egy természetes magyarokrémmel érkeztem, amely csak magyarót és mézet tartalmaz. És mellette hoztam még ki egy kis pirított magyarót és magyarót. A szervezők évről évre igyekeznek módosítani a programokon, követve a helyiek igényeit. Idén a gyerekeknek jóval több rendezvénnyel készültek, sőt játékokat is beiktattak, amelyek korábban nem képezték a program részét. Július 2-án ünnepeljük Ada község napját. Idén is sokszínű programmal készültünk. Július 2-áról annyit érdemes tudni, hogy ez a nap még az 1800-as évekre nyúlik vissza. 1836-ban ekkor kapta meg a község a vásártartási jogot. És gyakorlatilag már évtizedekre visszamenőleg ezen a napon ünnepeljük a község napját. Idén a községi képviselőtestület díszülésével zárják a programsorozatot. A korábbi évekhez hasonlóan pedig kedden minden adai lakos számára ingyenes lesz a belépés a helyi fürdőbe. 9 hónapot töltött Kanadában, az ott élő magyar gyerekekkel foglalkozott az elmúlt évben egy adai pedagógus, Fehér Orsolya, mindezt a Kőrösi Csoma Sándor program ösztöndíjasaként. A magyar állam támogatásának köszönhetően utazhatta körbe a fél világot. Viktória városában programokat szervezett, újságot írt, erősítette a diaszpórában élő magyar közösség nemzeti öntudatát.
Jócskán jutott idő utazgatni is a munka és a kötelezettségek mellett. A 25 éves lány számára egy nagyon nagy lehetőséget nyújtott az ösztöndíj. Megismerkedhetett az amerikai kontinenssel, az ottani emberekkel, kultúrával, hagyományokkal, életvitellel. Hawaii, a Grand Canyon, a Niagara vízesés, Chicago és San Francisco sem ismeretlen már számára. A Viktóriai Magyar Társaskörben segítkeztem. Ott van egy magyar iskola, ott tanítottam magyart, illetve programokat szerveztem a különféle nemzeti ünnepeknek a megünneplésére, ugye a Mikulás, anyák napja, stb. Oda szerveztünk ünnepségeket, a gyerekeket felkészítettem ezekre az ünnepségekre, akkor... Van egy magyar újság is Viktóriában, annak a szerkesztésében is segítkeztem, valamint cikkeket is írtam. Az ösztöndíj program ideje alatt családja és barátai mindenben támogatták és segítették. Bár kicsit nehéz volt mindenkinek hozzászokni, hogy ilyen hosszú ideig nem láthatják egymást. Az is igaz, hogy ilyen hosszú időre még azért nem volt. De hát ugye a mai technikának köszönhetően, hát heti szintén több volt, hogy többször is, azért beszélgettünk Skype-on, ezén azon. A magyar kormány Kőrösi Csoma Sándor programjának célja, hogy azoknak a magyar közösségeknek, akik távol élnek az anyaországtól, segítsenek a magyar identitástudat kialakításában, megőrzésében. A tavaly is győztes Max Verstappen, a Red Bull holland pilótája nyerte a mai Forma 1-es osztrák nagydíjat, miután elrontotta a rajtot, de aztán szenzációs versenyzéssel és remek előzésekkel diadalmaskodott. Másodikként a pole pozícióból startoló Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője ért célba, a harmadik helyen pedig Valtteri Bottas, a Mercedes finn pilótája végzett. A címvédő ötszörös világbajnok és az összetettben most is vezető brit Lewis Hamilton ötödik lett. A VB két hét múlva Silverstone-ban a brit nagydíjjal folytatódik. A híradó végéhez értünk, nézzük, melyek voltak kiemelt témáink. Először járt amerikai elnök Észak-Koreában, Donald Trump ma Kim Jong-unnal tárgyalt. Rendkívüli Európai Uniós csúcs találkozót tartanak Brüsszelben, kiderül az Európai Bizottság új elnökének személye. 39 fokos csúcsra figyelmeztet a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet, holnap és kedden tetőzik a kánikula Szerbiában. Befejeződött a Tisza virágzás, ma elkezdődhet a szúnyogirtás a tiszamenti községekben. Köszönjük figyelmüket, amennyiben szeretnének még több hírt elolvasni, kattintsanak a pannonrtv.com-ra, ahol riportjainkat is visszanézhetik. Itt a televízióban most a Mozgóképregény című magyar dokumentumfilm második részét láthatják. Érdemes holnap a 91,5 MHz-re tekerni, ugyanis a reggelisekkel ébredhetnek, de lesz presszó és hírösszefoglalók is a Pannon Rádióban. A Szabadkai Magyar Rádió 7 órától a napindítóval várja önöket. Nézzenek, hallgassanak bennünket. Szép estét kívánok, viszontlátásra!